Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás március 6-áig. Megtekintjük azt, hogy miről mesélnek a képek, a kártyák jelentését, és akkor tudni fogjuk azt, hogy mi történik a következő héten. Itt látható a mozgás, a könnyűség, a levegő eleme, előre mennek az események. Itt ötletekről, tervekről van szó, és kommunikációról. Tehát valaki közeledik hozzád, és beszélni akar veled. Itt a háttérben látható az iskola, táska, könyvek, tehát itt tanulásról is van szó. Ez lehet egy továbbképzés, de lehet az élet iskolája is. Az a fontos most, hogy ez a férfi komoly döntéseket hozzon, és ezt meg fogja tenni. Ha te egy hölgy vagy, akkor ez a kártya rád utal. Itt lesznek találkozások, beszélgetések, jó ötletek, vagy egy csoportos munka, valami, ami lelkesít téged. És te csodálod ezeket a dolgokat, és választani fogsz e közül. Melyik irányba akarsz tekinteni? Mi az, ami téged jelenleg lelkesít? És itt is döntésekről lesz akkor szó. Ami a szerelmet illeti, itt lesz közeledés, erre utal ez a szerelmes pár, kéz a kézben mentek előre, és itt ezen a képen érezhető egy új kezdet, hiszen itt a 10-es számról van szó, és érzelmekről, és a 10-es szám mindig utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik az életben. De nem csak szerelemről lesz szó, hanem pénzről, az anyagiakról, a munkádról is. Itt elfoglalod a helyedet, mint egy királynő, megvan a büszke tartás, a sikered, és mindaz, amit most indítasz, vagy amit most teszel, az itt gyümölcsözni fog. Itt a háttérben van még egy férfi, aki kihat rád, ez lehet egy külföldi kapcsolat, hiszen itt látható a térkép az utal külföldi kapcsolatokra, utazásokra, az lehet egy internet kapcsolat is. Újra megjelennek itt a könyvek, ugyanúgy, mint ezen a képen. Az utal tudásra, továbbképzésre, tanulásra. Itt megvannak most a lehetőségek erről. Mivel itt külföldről van szó, és itt tudásról, az lehet egy idegen nyelv tudása is. Fontos az, hogy legyenek itt célok, és ne add fel ezeket a célokat. A lehetőség megvan arra, hogy most kibontakoztasd magadat, hiszen itt látható a varázsló, és nálad is megvan ez a varázslatos energiamező. Ez a kisugárzásod, ami számodra sikereket hoz. Vagy az lehet egy spirituális terület is. Itt újra a 10-es szám látható, mint ezen a kártyán, és, ahogy mondtam, ez utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik az életben. Itt érzelmekről, tehát szerelemről van szó, itt pedig az anyagiakról, tehát a munkáról. Ez a kép szimbolizálja a múltat, a jelent és a jövőt. Mindig az a jó, ha a jelent éljük. Ami még fontos lesz a közeljövőben, hogy te elhagyod a könnyek mezeit, és lesznek nálad itt új tervek, kilátások, és döntéseket fogsz hozni. Kezedbe veszed mindkét érmét. Ez jelenteti az anyagiakat, a munkádat, de a belső értékeket is. Itt mérlegeled a helyzetet, fontos döntéseket fogsz hozni, és itt változik az irány, vagy elgondolkodsz azon, melyik irányba utaz. Itt kell egy terv,
ami itt látható, valaki segít neked ebben. És az utolsó kártyán ez a hölgy, ami jelzi azt, hogy hamarosan születik itt egy kisbaba, természetesen a kártyák erre is utalhatnak, de szimbolikusan jelképeznek egy új kezdetet. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!